Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, különösen köszöntöm a negyedikes gimnazistákat és több és más szakos negyedikeseket. Nem csak gimnazistáknak szól az, amit csinálunk, és remélem, hogy mindenki megtalálja magát benne, vagy talál olyan érdekességet, ami aztán a matematika tudását segíti, illetve bővíti. Béres Zoltán vagyok, a Szabadkai Vegyészeti Technológiai Iskola és az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanára. Nagyon jó lendületet vettünk az elmúlt alkalmakkor. Beszélgettünk arról, hogy mi a relatív gyakoriság, hogy az egy szám körül szokott ingadozni, ezt a számot nevezzük egy esemény valószínűségének, és a klasszikus valószínűségi mezővel is találkoztunk az elmúlt részben. Most az vár ránk, hogy egy kicsit elmélyítsük ezt a tudásunkat, és hogy feladatokkal szembesüljünk, és hát megpróbáljuk a megszerzett tudást alkalmazni. Először ilyen, a cím az talán lehet, hogy klasszikus valószínűség, vagy inkább csak rövidítek feladatok, aki nagyon szeret hosszú címeket írni, mondjuk én szeretek, de nem ilyen körülmények között, feladatok, az írhatja, hogy feladatok a klasszikus valószínűség kimezőre. És hát, hogy nem mindjárt valami bonyolultal induljunk, írjuk együtt a szövegét. Mi a valószínűsége annak, hogy egy kockával, egy szabályos dobókockára gondolok, hogy egy kockával prim számot dobunk. Prim számot dobunk. Hát, rutinosabbak már lehet, hogy rá is vágják a választ, kevésbé rutinosakkal pedig végigmegyünk ezen a kis utacskán. Ugye akkor az A esemény az, hogy prim számot dobunk. Prim számot dobunk. És azt szeretnénk tudni, hogy ennek az A eseménynek mennyi a valószínűsége. Láttuk azt, hogy ezeknél a típusú feladatoknál az először össze kell számolni, hogy az elemi eseményekből összesen hány van. Hát egy kockád dobásánál hatféle elemi esemény van, ugye 1-től 6-ig dobhatok bármilyen számot, ez 6, és fönt pedig össze kellene számolni azt, hogy hány elemi esemény adja a prim szám dobását, mint eredményt, mint kísérleti kimenetelt. Hát a prim számokat, ha átgondoljuk, hogy melyik az első 6 szám között melyik prímek, akkor a 2, 3 és az 5 prim szám, ugye az 1 az se nem összetett, se nem prim, a 4 és a 6 pedig összetett szám. Tehát azt jelenti, hogy 3 olyan számunk van, ezek szerint ez 3 hatod, vagyis 1 ketted, aki jobban szereti tizedes tört alakban, az 0,5 tizedet mondhat, tehát a valószínűsége annak, hogy egy kockával prim számot dobunk, az 0,5 tized. Ezt a köznép úgy mondja, hogy 50%-os, várhatóan 50%-kal annak a bekövetkezése, hogy egy kockával prim számot dobunk, vagy az korábbi tapasztalataink alapján mondhatjuk azt, hogyha mondjuk 1000-szer gurítunk egy kockával, akkor várhatóan 500-szor, nagyjából 500 körül következik be az, hogy prim számot fogunk dobni. Jó, ez egy viszonylag egyszerű feladat volt, egy új lapon megnézzük a következőt. Ez szerintem már érdekesebb lesz. Mi a valószínűsége annak, hogy egy három gyerekes családban pontosan két lány van. Már a gyerekek között gondolom, anyukát nem számoljuk.
van. Ha bár anyuka nem is lány, valószínűleg. Igen, na most, tehát, hogy két lány van, jó lenne az összes lehetőséget először is számba venni. Az egyik ilyen lehetőség mondjuk az, hogy mind a három gyerek lány. Aztán lehet az, hogy két lány van és egy fiú, az lehet úgy, hogy a fiú utolsónak született, lehet, hogy a fiú középső gyereknek született, és lehet, hogy a fiú első szülött. Aztán lehet olyan, hogy két fiú van és egy lány, két fiú van és egy lány, szintén a lányok, az egy lány születésével eljátszodozhatunk, mert középső gyerekként is születhetett, és első szülöttként is születhetett, és ha jól látom, hiányzik az az eset, amikor csupa fiú van egy családban, már a három gyerek közül, ezek elemi események. Na most itt egy nagyon érdekes dolgot kéne átgondolni, hogy vajon ezek egyenlően valószínűek-e? Mondjuk egyenlően valószínű-e, azt mondjuk, hogy két szélsőséget megnézem, hogy három lány van egy családban, vagy három fiú. Az, aki ezügyben már tájékozott valamilyen szinten, az valószínűleg tudja azt, hogy a lányoknak, ha jól tudom, kicsivel nagyobb a születési valószínűsége, tehát a lány születésnek a valószínűsége kicsivel nagyobb, mint a fiújé, tehát valójában ez így el van tolódva így ezek a valószínűségek fölfelé, de nem sokkal. Ha most ezt el szeretnénk hagyni, ezt a finom különbséget, akkor mondhatjuk, hogy ez mind egyenlően valószínű esemény. Tehát mondhatjuk, hogy ez egyenlően valószínű esemény, és ha azt mondom, hogy az A esemény, az azt jelenti, hogy pontosan két lány van a családban, akkor ennek a valószínűségét úgy számolhatjuk ki, hogy az összes elemi eseményt összeszámoljuk, ez összesen 8 darab elemi esemény, és ebből a kedvező, azaz, amikor pontosan két lány van, hát ezt most hogy a piros is használatban legyen, ott, ahol két lány van, az ez a három. Tehát igazából a 8 esetből, a 8 egyformán valószínű esetből, egyformán idézőjelben, 3 esetben következik be az, amit megfigyelünk, következésképp ez a valószínűség 3/8, én ezt otthon ki is számoltam, nem tudom, hogy megtalálom, hogy hova írtam föl, szerintem itt lesz, és ez 0,375. Nyilván, hogy ha nagyon sok három gyerekes családot megfigyelünk, és elosztjuk az esemény gyakoriságát a megfigyelt esetek számával, nagyjából e körül kapunk egy számot, de ilyen pontosan nem kapjuk meg, mint ahogy itt. Itt azért lehet látni, hogy a matematika hogy modellezi az életet. Tehát most itt eldönthetjük, hogy mennyire hiszünk ennek a számnak, vagy azt mondjuk, hogy nem hiszünk, mert itt a szűnyeg alá söpörtük azt, hogy a lányoknak a megszületésének nagyobb a valószínűsége. Nyilván, hogyha azt figyelembe veszünk, egy bonyolultabb modellt kapunk, amin nehezebben tudunk boldogulni. Tehát cserébe, hogy a dolgot leegyszerűsítettük, könnyebb számolást és technikailag kevesebb erőfeszítést, szükségességét kaptuk. Jó, azt hiszem, hogy ez is egy jó kis feladat volt, és nagyon jó bemelegítés volt a következő feladathoz. Ha jól számolom, ez harmadik feladat lesz. Egy matematika tanár, ki más, egy 20 fős osztályban véletlenszerűen kiválasztott öt tanulónál ellenőrzi
a házi feladatot. Mi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott öt tanuló közül, öt tanuló mindegyikének, írjuk így, mindegyikének van házi feladata, ha az osztályból hárman nem csináltak házit. Ugye elképzelünk egy 20 fős osztályt, három tanulónak nincs házi feladata, bejön a tanár, és véletlenszerűen elkéröd füzetet. Az a kérdés, hogy mi a valószínűség, hogy mind az ötben benne lesz a házi feladat? Hát ez már nem olyan egyszerű feladat. Próbáljuk meg, hát hogy jelöléseink segítenek, nézzük meg. Legyen az A jelölés az, hogy mindenkinek van házi feladata. Ugye ezt figyeljük. A kiválasztottak közül, de ezt most már nem írom le, minden, egy kicsit szebben fogok itt most írni, már mennyire ez sikerül. Jó, azt mondja, hogy mindenkinek van házi feladata. Ugye ez mit jelent? Egy kicsit a dolgok mélyére nézünk, és szeretnénk kiszámolni ezt a bizonyos valószínűséget, akkor ez hát igen. Az a kérdés először, hogy mi az összes esemény? Az összes esemény az, ahogy összes módon kiválaszthat öt tanulót az osztályból. De most hányféleképpen lehet öt tanulót kiválasztani egy 20 fős osztályból, aki a kombinációra emlékszik? Ugye itt a sorrend mindegy. Tehát most mindegy, hogy így erről erre szedek össze öt füzetet, vagy ugyanazt az öttől csak emerről emerre, mert végül is az a kérdés, hogy melyik öt füzet lesz a kezemben. Tehát a sorrend az teljesen mindegy. Ezért mondhatom azt, hogy ez egy 20 elemű, 20 elem ötödosztályú kombinációja, amit én most nem így írok, hanem ezzel az egyszerűsített írásmóddal, hogy 20 elemből ki szeretnék választani 5-öt. Remélem, hogy ez is ismerős, hiszen már a társaság nagy része túl van a binomiális együtthatókon is, tehát ezt látta már valahol. Na most ez nem biztos, hogy nekem oda fog férni, de képes leszek rá odaírni, pirossal írom, mert most jön a java. Tehát most azt szeretném, hogy az a kérdés, ugye a kedvező eset az, hogy mindenkinek van házia. Ahhoz a kérdés most az, hogy hányféleképpen tud a tanár kiválasztani öt füzetet úgy, hogy abban mind legyen házi feladat. Hát ahhoz, hogy ez tényleg bekövetkezzen, ez az kell, hogy elhagyjuk azt a három tanulót, akinek nincs házia. Tehát csak vesszük azt a 17-et, akinek van, és ebből választjuk ki az ötöt. Ez mind kedvező esemény lesz számomra. Még egyszer, tehát azt szeretném, hogy mindenkinek legyen házi feladata, olyanokat szeretnék választani, kérdés, hányféleképpen tudom azt az ötöt kiválasztani. Hát a három lustát, vagy nem tudom, most valami miatt nem csináltak házit, nem biztos, hogy lusták, olyan helyzetbe kerültek, hogy nincs meg, tehát akkor maradék 17-et veszem, és abból választok ki 5-öt. De az összes lehetőségem a 20-ból kiválasztani 5-öt, igazából ezt kell most kiszámolnom. Nem akarok senkit megijeszteni azzal, hogy most ezt tényleg le is vezetem.
Én ezt már, ha minden igaz, otthon ki is számoltam. Azt, hogy mit kell számolni, azt azért leírom. 17 faktoriálist kell elosztani, egyrészt az 5 faktoriálissal, másrészt pedig a 17 mínusz 5 faktoriálissal, ami 12 faktoriális. És ugyanígy, ugye itt a 20 faktoriálist kell elosztanom, az 5 faktoriálissal, ugye ez a kiszámítás módja, most ezt nem szeretnénk ebbe mélyebben belemenni, hiszen ez már megvan, hogy így mondjam. És akkor itt mindenféle egyszerűsítgetések, meg számolgat, de akár neki mehetünk favágó módon számológéppel is, ha nagyon akarjuk. És akkor fogunk kapni egy olyant, mindjárt tizedes törbe fogom írni, megközelítőleg egyenlő 0,399 ezreddel. Tehát durván 40% annak, vagy 0,4 annak a valószínűsége, hogy a tanárnak sikerül kiválasztani 5 olyan tanulót, akinek mindnek van házi feladata. Hát most már ilyet is tudunk számolni. Ez azért jó hír. És azt hiszem, hogy még egy feladatra van időnk, ez pedig egy mintavételes feladat lesz. Nem hosszú a szövege, írjuk együtt. 100 izzó közül öt hibás. Mi a valószínűsége annak, hogy véletlenszerűen kiválasztott három izzó között lesz hibás. Kezdjük, ugye amikor az ebben fejében kezdetben egy kicsit zűrzavar van, akkor mindig nyugtassa le magát valami rutinszerű tevékenységgel. A rutinszerű tevékenység ebben az esetben az, hogy mindennek nevet adunk. Adjunk mindennek nevet, legyen az A esemény az, hogy van hibás. Van hibás. Az A esemény az, hogy van hibás, és ennek az A eseménynek szeretnénk kiszámolni a valószínűségét. Na most, hogy lehet az, hogy van hibás? Hát ha háromat kiválasztok egy ilyen százas sokaságból, akkor úgy lehet az, hogy van hibás, hogy egy hibás van, két hibás van, vagy három hibás van. Akkor bevezetik még egy jelölést, legyen a B, I az, hogy I darab hibás van. I darab hibás. És akkor ez, hogy A hibás, vagy az A esemény, az azt jelenti, hogy B1 plusz B2 plusz B3. Ez itt kettes szeretne lenni, nem írok hozzám, akkor csak még csúnyább lesz, de az egyest azt tudom szépíteni. Haha, majdnem szebb is lett. Igen, na most ezek kizárják egymást, tehát én ezeket külön-külön számolhatom, ezeket a valószínűségeket, ugyanis nem lehet egy mintában egyszerre pontosan egy és pontosan két hibás is. Ez az így darab hibáshoz hozzáírom, hogy pontosan. Ugyanis van egy olyan, hogy ha egy mintában van két darab hibás, akkor szokták mondani, hogy abban van egy darab hibás is, de én ezt most nem így értem, ezt pontosan értem. Tehát ez PB1 plusz PB2 plusz PB3.
és most már elég jó le van egyszerűsítve a feladat, legalábbis így szimbólum szintjén, hát még számot nem látunk sehol se. Hát mindjárt megnézzük, hogy lehet ide számokat behozni. Hogy lehet az, hogy egy mintában egy hibás van? 100 izzó közül, először is 100 izzó közül hogy tudok kiválasztani, ugye a mintám száma 5. Kiválasztott 3, ez kétszer van a 3-as, de most szerintem senkit nem zavar már, ha eddig nem zavart. Tehát hogy tudok 3 izzót kiválasztani a 100-ból? Ugye az előző házi feladatos változat után ez már nem esik nehezünkre, 100-ból a 3. Most ha azt szeretném, hogy szeretném, tehát az olyat várok el, hogy most egy hibás legyen közöttük, akkor ezt úgy lehet, annyiféleképpen tehetek, választhatok ki 3-at, hogy az 5-ből kiválasztom az egy hibásat, tehát 5 alatt az 1, és ezt megszorozom azzal, ahányféleképpen a jókból a maradék 2-t ki tudom választani. Tehát ide azt kell írni, hogy 95 alatt a 2. Plusz. Most nézzük meg, hogy tudok, tehát mi annak a valószínűség, hogy pontosan 2 darab hibás van. Hát először is az összes esemény az, hogy az ahányféleképpen a 100-ból 3-at ki tudok választani. Nyilván sorrend itt sem számít, ezért végig kombinációval számolunk. Most a hibások közül 2-t szeretnék kiválasztani, tehát 5 alatt a 2, és ezt szorzom a 95 alatt az 1-jel. Amitről tudjuk, hogy 95, de ezt most nem kell fölhasználnunk még egyelőre. Ez pedig 100 alatt a 3, most már a harmadik törtet rakom össze. Ugye most vagyok itt, annak a valószínűség, hogy pontosan 3 hibást veszek ki, az egyrészt ahhoz kell viszonyítanom, hogy összesen hányféleképpen vehetek ki 100-ból 3-at, az ez a szám, és hogy összesen hányféleképpen vehetek ki 3 hibásat, az meg 5 alatt a 3. Ilyen, akik szeretnek írgatni, azok nyugodtan ideírhatják, hogy és 95 alatt a 0, mert onnan egyet sem választok, tehát de semmit nem zavar, az úgyis egy lesz. És ezt kéne kiszámolni, nem bonyolult kiszámolni, de fölmerül az emberben, hogy vajon nem lehetne ezt egyszerűbben. És a helyzet az, hogy lehet. Ide teszek egy római egyest, mert ez az egyik kiszámolási mód. A második kiszámolási mód az most következik, és most mindenki kapaszkodjon meg, mert valami nagyon szépet fog látni, meghallani, nyilván már mondom is. Tehát nem azt fogjuk kiszámolni, hogy ez az esemény mekkora valószínűséggel következik be, hanem azt, hogy mekkora valószínűséggel nem következik be. Tehát az ellentett eseményére koncentrálok. Egy korábbi tulajdonság szerint még hány nappal ezelőtt volt egy ilyen, hát azt hiszem, hogy 2, de nem biztos, volt egy ilyen, hogy egy esemény valószínűségét úgy számoljuk ki, hogy egyből kivonjuk az ellentett eseménynek a valószínűségét. Mi az az ellentett esemény? Tehát mi az ellentetje annak, hogy van hibás? Az ellentetje annak, hogy van hibás, teljesen meglepő módon, az, hogy nincs hibás. Hát, hogy nincs hibás. Összesen hányféleképpen vehetek ki 100-ból 3-at? Ennyiféleképp. És hányféleképpen lehet az, hogy nincs köztük, kiveszek 3-at, és nincs köztük hibás, az úgy lehet, hogy a 95 hibátlanból választom ki ezt a 3-at. Magyarul 95 hibátlanból választok ki 3-at. Ha én most jól számoltam, akkor ezt kiszámolva, még ezt az alsó sort is kiszámolva, ugyanazt kapjuk megoldástként, amit mindjárt meg is fogok találni. Igen, eddig minden rendben van, és akkor hát most nem fogok itt ilyen csúnya törteket írni, azzal egy huszárvágással ideírom a végeredményt, ez 0,77 század. Na most, hogyha ennek a feladatnak átgondoljuk a jelentőségét, igazából egy gyári termelés során a selejteseknek a kiszelektálására, vagy egy hibás sorozatnak a kiszűrésére egy ilyen mintavételes valószínűségszámítás nagyon nagy segítségünkre lehet. Gondoljunk arra, hogy 100 izzót végigvizsgálgatni, hogy mind jó-e,
azt az eléggé fáradtságos feladat. Nem beszélve, hogyha mondjuk gyufát árulnánk, és ugye ott azzal, hogy kipróbálom, hogy jó-e gyufaszál, azzal mindjárt tönkre is teszem, tehát az teljesen nonsens lenne. Tehát van, amikor az ember rá van kényszerítve, hogy egy nagy mennyiségből valami valószínűséggel tudjon valamit állítani a hibátlan termékek, vagy éppen a hibás termékek számáról. Tehát ez ilyen szempontból is nagyon hasznos lehet. Hát most sokféle példát mutattam, különböző nehézségűt, remélem, hogy mindenkinek megmozgattam a fantáziáját, és ha netán valakiben még maradt valami kérdés, akkor azt tegye fel orvosának, gyógyszerészének, vagy matematika tanárának. Viszlát!